A Madarász Imre Egyesített Óvoda Kuthen úti óvodájában az ügyeleti ellátás mellett a karcagi óvodások tarka-barka perceibe is bekapcsolódnak, valamint a szociális otthonba is besegítenek a Dajga nénik. Tudtuk meg Balajtiné Sütő Margit óvodavezetőtől. Az ügyelet egyre több helyen veszik igénybe, s velük ötfős kis csoportokban foglalkoztak az óvodapedagógusok. A jó időben sokat voltak a kicsik az udvaron, a szabad levegőn, ahol nagyokat játszottak. Az elmúlt két hónapban nagyon-nagyon sok minden történt, hiszen ugye a rendkívüli helyzet nagyon sok új feladatot tárt elébünk. Először is nagyon örültünk, hogy az óvodánk nem zárt be, hanem ügyeletet biztosított a dolgozó szülők számára. Hát jelen pillanatban három csoportban működik az ügyeleti ellátás. 12-14 kisgyermek ellátását biztosítjuk, illetve egy csoportban pedig a munkavállalók gyermekeinek ügyeleti ellátása folyik, ahol ugye az iskolás gyermekekkel foglalkozik óvodapedagógus kolléganőnk. Az óvoda is részt vett a maszkvarrásban, és a közösségi oldalon a tarka-barka percekben Garsi Nagy Andrea óvónő zenei területen is tevékenykedett. Az első időszakban bekapcsolódott nem egy kolléganőm a maszkoknak a varrásában, ugye ezzel is hozzájárultunk ehhez az egész helyzethez. A maszk varrása mellett pedig kettő Dajka néni, kettő kolléganőnk a szociális otthonban, a mosodában segít. Illetve folyamatosan először egy, utána két, már három csoporttal működik az ellátásunk, illetve bízunk abban, hogy a következő időben is tudunk helyet biztosítani más óvodából érkező óvodások számára, hiszen vannak olyan óvodák, ahol már teljesen maximálisan kihasználták a helységeket, és mivel folyamatosan azt tapasztaljuk város szerte, hogy nő az ügyeletet igénylő gyermekek száma, ezért ugye lehetőséget biztosítunk intézményen belül, hogy a mi óvodánkban is jöjjenek másik óvodából gyermekek. Megkezdődtek a karbantartási munkák, ugye beszéltünk itt a jó időről, hogy a gyermekek minél több időt tartózkodnak a szabadban. Elsődleges feladatunk volt ugye az óvoda udvari játékainak a karbantartása, illetve bent is folyamatosan végeztük a karbantartási munkákat. A fertőtlenítő, frissítő meszelést kezdtük el, és hál' Istennek sikerült befejezni az elmúlt héten a folyosót, tornaszobát, egyéb kiszolgáló helyiségeket, gyermekeknek az öltözőt, mosdót, ezt mind-mind sikerült fertőtlenítő meszeléssel elvégeznünk. A szülők visszajelzései alapján elmondható örömmel vették ezt, így még tartalmasabbá tudják tenni az otthonlétet a gyermekekkel. Az ősszel iskolába menők külön feladatokat is kapnak. Az elmúlt hetekben több új pályázatot írt a vezető kolléganőivel, s a korábbi nyertes pályázataikat aktualizálták a kialakult helyzethez igazítva. Nagyon sok feladat volt az óvonéniknek is, rengeteg írásbeli feladata, hiszen pályázunk az Örökös Zöld Óvoda címére, amit folyamatosan írtunk, igaz, hogy szeptember lesz a beadási határideje, de ez az alkalom remek volt arra, hogy kihasználjuk, és meg tudjuk írni ezt a pályázatot. A mai nappal végeztünk a pályázatírással. Emellett még pályázat, nemzeti tehetségprogram pályázatot kellett ugye átdolgoznunk, mivel meghosszabbították ugye a rendkívüli helyzetre való tekintettel a határidőt, át kellett írnunk ezt a pályázatot, és emellett jó gyakorlataink születtek. Olyan jó gyakorlatok, amik a mindennapi nevelőmunkánkban, szakmai pedagógiai munkánkban egy nagyon jól bevált tevékenység, program, és ezáltal megszületett a sport. Sportolj velünk családi délutánnak a jó gyakorlata, ami ugye ez egy intézményi szintű rendezvényünk, illetve folyamatban van a Madarakfák napja, mint tevékenységközpontú program alapján dolgozó óvodáknak a jó gyakorlata, illetve megszületett az egyik tehetséggondozó műhelyünk, a Mese tehetségműhelyünknek a Kamilla útja című jó gyakorlata. Garsi Nagy Andrea otthonról kapcsolódott be a tarka-barka percekbe, ahol naponta mesélt, énekelt, bábozott a gyerekeknek, és kézműves feladatokat is adott az óvodásoknak, akik a szülők visszajelzései alapján örömmel vettek részt a virtuális feladatok megoldásában. És nagyon örülök, hogy van egy ilyen lehetőség, hogy tudom tartani, illetve tudjuk a kolléganőimmel együtt tartani a kapcsolatot a szülőkkel, hiszen otthon vannak, igen, már két hónap óta,
És hát feladhatja a leckét az édesanyáknak, a szülőknek, hogy tartalmasan töltsék el a gyerekeikkel a szabadidőt, illetve az otthonlétet, mert ugye ez egy ilyen kényszerpihenő valahol. Hát én nagyon örülök, hogy ezzel támogathatom őket, ezzel a csoportba lévő tevékenységemmel, és hát főleg zenés tevékenységeket szoktam végezni a csoporton belül. Persze próbálom komplexen, hogy mindenféle nevelési területet is érintve, minél jobban hasson a gyerekekre, illetve minél fejlesztőbb legyen számukra. A szülők nagyon aktívak, nagyon érdeklődőek, figyelemmel kísérik a csoportban végzett tevékenységemet, illetve tevékenységünket, mert a kolléganőjeimet is figyelik, bekapcsolódnak, hozzászólással, lájkkal, esetleg megosztással erősítenek meg bennünket, hogy minél színvonalasabban és minél tartalmasabban végezzük ezt a tevékenységet.